Egymás után érkeztek a 7. és 8. osztályos diákok a Magyar Kanizsai Népkertbe. Egy rövid, de annál tartalmasabb történelem óra során közelebb kerülhettek Magyar Kanizsa történelméhez. Milyen rendezvényeket tartottak a Vigadóban? Mit tudsz arról? Nem sok. Hát annyit tudok, hogy nagyon sok mulatás volt itt. Ennyit meséltek nekem a szüleim, hogy régebben ez volt. A kezdeményezés új keletű. Valkai Zoltán építész helytörténész, valamint Kávai Szabolcs történelemtanár tartott előadást a fiataloknak. A Népkert éppen az a helyszíne, itt olyan jellegzetes egykori épületek állnak, amelyek a, mondjuk így az aranykorba épültek, mint például a Vigadó, a régi gyógyfürdő, Longa cukrászda, és maga a Népkert, amely ma is valóban szép, de az aranykorban még szebb volt, Bednárc Károly főkertész, városi főkertész jóvoltából, aki 120-30-40 évvel ezelőtt egy olyan népkertet tervezett meg, álmodott meg és valósított meg, hogy a környéken nincs párja. Kávai Szabolcs hozzátette, így módon a lokál patriotizmust és a szülőföld szeretetét is erősíteni tudják a gyerekekben.